Sziasztok srácok, ebben a videóban Norvégiával és Haalanddal próbáljuk megnyerni az Európa bajnokságot. Mivel a norvég válogatott nem jutott ki az EB-re, ezért betettem őket az E csoportba Románia helyett, és innen próbálunk bejutni egészen a döntőbe. Ha tetszik, amit csinálok, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok is fel, hogy ne maradjatok le a legújabb tartalmaimról. Így néz ki a csoportunk, ahogy láthatátok, az elején betettem magunkat ide az E csoportba, és innen megpróbálunk majd tovább jutni, meglátjuk, hogy ez fog-e sikerülni. Na de nézzük a kezdőcsapatunkat, így fog kinézni a kezdőcsapatunk, én úgy érzem, hogy ennél jobbat nem igazán lehet összerakni. Max, ti leírjátok kommentbe, hogy hát valakit kihagytál. De ezzel fogunk nekivágni, megnézzük, hogy ezzel a norvég csapattal mire megyünk. Az első mérkőzés már is egy nagyon-nagyon komoly találkozó lesz, méghozzá a belgák ellen. Hát srácok, nem tudom, hogy innen tovább fogunk-e tudni jutni. Ez a meccs nagyon sok mindent el fog dönteni. Haaland kapja a labdát, átvesszük. Hallod, nem engedi, hogy lőjek. Haaland, és mellé. Hosszú beadás a belgáktól. Az baj, Lukaku, mekkora átvédett a kapusunk. Újra támadhatunk, ez nagyon jó, és az most Ødegaardé, és nem visszük át a védők között. Belga támadás, Lavia, most már Onanánál a labda. Haza fogja adni? Nem fogja hazaadni. Lavia kapja, és meg tudjuk szerezni, sőt ebből így lesz még egy kontra, csak Haaland tudjon befordulni. Haalanddal megíramodunk, kitoljunk a belgák 16-osán belül. Ødegaard, és nem megy be. Talán a meccs utolsó helyzete fog következni. Egy belga szöglet, ami valószínű, hogy kis szöglet lesz, így is lesz. Salamakers, bepasszolja középre. Hát srácok, itt lehet, hogy ebből lövés is lesz, de ez nagyon gyenge volt. Itt egy szögletből bepasszolt labda, az jó lehet még, nem igaz, hogy nem megy be, passzold vissza, és a lövés, elakad. Mi? Nem 11-es ez? Hát hagyjuk már. És így lesz vége a meccsnek. Egy pont. A második meccs a szlovákok ellen lesz, hát itt ha nem tudunk 3 pontot szerezni, akkor nem jutunk tovább Haalandékkal. Egy az egyben hozhatjuk a kapusra a labdát. Haaland, léci, lőd be! Jó, bent van. Fú, azt hittem, hogy nem fogjuk belőni. Legalább megvan a vezetés, és így egyre közelebb vagyunk a 3 ponthoz. Haaland kapja nagyon jó helyen. Haaland, és kapufa. Hát ez nem igaz. A 21. percben ugyanolyan helyzet, mint az előbb. Haaland, és bent van. Ez baj lesz. De szerencsére megszerezzük, és így lesz egy kontra. Na nézzük, hogy mit tudunk csinálni a szlovákok ellen. Na hát, sok reményünk ne legyen a kieséses szakaszra, ha egyáltalán tovább jutunk. És ennyi volt a meccs, megnyertük 2-0-ra, úgyhogy végre megvan a 3 pont, és így most már 4 ponttal állunk a tabellán. Az utolsó csoport ellenfelük nem más, mint Ukrajna, őket kellene megverni, és ha sikerül, akkor biztos a továbbjutás, hiszen Belgiumnak is ugyanúgy 4 pontja van, mint nekünk. Haaland a labdával. 16-oson belül mindjárt. Hát lehet, inkább nem kellett volna rálőni, le kellett volna passzolni. Ez egy óriási, hogy Ukrajna 11-essel jön. És de jó volt, hogy középen maradtam. Óriási lehetőség, Haaland a labdával. A 16-oson belül, és befejezzük, az első félidőben még sikerül megszerezni a vezetést. Ødegaard távolról, és kivétel az ukránok kapusa. 82. perc és jön Ukrajna. Ez lehet, így nem lesz túlságosan jó. Zsupkov, Malinovski, és megszerezzük a labdát, és valószínű, hogy nem fogja a játék engedni, úgy is van, megvan a 3 pont, és megvan a biztos továbbjutás. Itt láthatjátok a csoportokat, és egyből észrevettem, hogy Magyarország megnyert az A csoportot. Szerintem a való életben biztos aláírnánk ezt. Horvátország, Olaszország, Spanyolország, az nagyon komoly, hogy Spanyolországnak csak egyetlen egy pontja született. Na mindegy, nézzük tovább, Anglia, Dánia, Franciaország, Hollandia, Belgium, Norvégia és Portugália, Csehország. Nézzük a legjobb 16 között, Csehországot kaptuk, az mondjuk szerintem nem is olyan rossz. Szerbia kiütötte Magyarországot, itt sajnos nem jutottak tovább, de remélhetőleg a való életben ez nem így lesz. Kezdődhet a csehek elleni meccs, és ahogy láthatjátok, vonulnak be a játékosok. Haalandot nagyon mutatják, hát sok minden múlik rajta, ha ajtóablak helyzeteket kihagyjuk vele, akkor valószínű, hogy nem lesz meg nekünk sem a továbbjutás, csak ugyanúgy, mint itt a játékon belül Magyarországnak. Óriási indítás Haaland irányába. Átveszi a norvég csatár, a 16-oson belül 3 védő, és elmegy keresztbe. Na nézzük, hogy ebből mit tudunk kihozni, semmit sem tudunk kihozni. Itt lelepattan, és
így is jó még. Haaland. Fú, a 64. percben járunk. Ez is jó még. Szerintem Haalandot lecserélte a játék. És de jó tette. Megvan így Norvégiával a vezetés. 1-0 a 64. percben. Újabb cseh támadás. Sucek, most már Králnál a labda. Linger, Král. Hát az szerintem szabálytalan volt. Az baj lesz, és nem megfogja a kapusunk. És továbbítottunk Csehország ellen, úgyhogy ott vagyunk a legjobb 8 csapat között. Itt van srácok a legjobb 8 csapat, itt már közben Horvátország kiütött a Dániát és Franciaország Szerbiát, mi pedig az olaszokkal játszunk, a másik ágon pedig Lengyelország Belgiummal. Szerintem megkaptuk a legnehezebb ellenfelet, nyilván Franciaország sem lett volna túlságosan könnyű, de nézzük az olaszok elleni meccset. Olasz támadás, Berardi a labdával távolról rálövi és kivédi a kapusunk. Újabb olasz támadás, Barella, Berardi, és belelövi, és így lehet kontra belőle. Nagyon jó eddig. Haaland indulhatna, és nagyszerű átvétel, Haaland a labdával. Ott vagyunk a 16-oson belül, Haaland, és belőtte. Ott az 1-0. 39. perc, és újabb norvég támadás. Szorlott a labdával. Az is jó még, Ødegaard, és lepattan. Ayer, távolról. Hát ott inkább a szomszéd ablakát lőttük be. Haaland kapja egy nagyon-nagyon jó helyen a labdát. Csak kellene egy kis segítség, mert el van fáradva, és jön is a segítség. Ott van a 2-0, 74. percben. Utolsó olasz helyzet, és valószínű, hogy ennyi is lesz a meccs. Az mellé megy, és megvan a továbbjutás szerintem. Így is van, srácok, ott vagyunk a legjobb 4 között. Az elődöntő másik meccsén Franciaország Horvátországot megverte 3-2-re, és mi pedig a belgákkal kell játszunk ahhoz, hogy a franciákkal játszunk a döntőben. Két nagyon-nagyon nehéz meccsünk lesz, hogyha ott lehetünk a döntőben. Nem változtatunk semmin, ugyanaz a csapat, ugyanazok a játékosok. Nagyon-nagyon remélem, hogy jó kis meccset fogunk játszani a belgák ellen, mert szeretnék bejutni a döntőbe. Hosszú beadás Haaland irányába. Haaland, és belövi. Nagyon jó, nagyszerű labda átvétel, és hát ezt szégyen lett volna onnan kihagyni. A második félidőre ugrottunk, és belga kontratámadást láthattok. Lukaku a labdával, amire kimondom már De Bruyne, és már Lukaku kapja is vissza. Mondjuk tőle nagyon nem tartok. Hosszú labda a belgáktól. Lukaku nagyon szépen fejeli oda De Bruynek. Hát majdnem elszóltam magam. Hosszú beadás Haaland irányába. Nagyon szépen kapjuk, de hát nem tudjuk befejezni. És srácok, végül megvertük a belgákat, hogy láthatjátok a 120. percben 3-0-ás eredménnyel kiütöttük őket, ami egy nagyon-nagyon szép eredmény. Ott vagyunk a döntőben, és a franciák ellen kell nyerjünk ahhoz, hogy Európa bajnoki címet ünnepeljünk Haalandékkal. És akkor kezdődjön a franciák elleni Európa bajnoki döntő. A második percben rögtön a franciák támadnak. Mbappé, és a kapusunk megint óriásit véd. Diaby elviszi a védők mellett. Diaby! Fú, de jó, hogy mellé ment. Haaland kapja a labdát, de hát nincsen túlságosan jó helyzetben, mert jönnek a védők mögötte. Haaland! És de jó, hogy be tudtuk fejezni. Esküszöm, már nem is akartam örülni, mert biztos voltam benne, hogy mellé fogjuk lőni. A második félidőt rögtön egy francia helyzettel kezdjük. Nézzük, hogy Az baj, fú, azért rezgett a léc, és megint mekkorát véd a kapusunk. Sőt, lehet, hogy még lehet gólunk is. Szorlott. Befutott a védők közé Haaland, és ez a passz pedig, hát, fölösleges volt. Nem igazán telik az idő. 65. 66. percben járunk, és Mbappé kiegyenlít. És 11-eshez jut Franciaország a 67. percben. Hát, ezt nem fogják kihagyni, szerintem. Mint ha gondoltam volna. Jöhet egy kontratámadás, Szorlott hozza a labdát. Az jó még, tovább passzoljuk. Haaland kéri, kapta is volna, csak nem volt pontos a passz. Mekkora játék, de nem megy be pontosan középre, és így lesz vége. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, kommentben pedig írjátok le, ha szívesen látnátok egy EB focis kártya bontogatást. Köszi szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!